Megyünk Cinihez. Jó reggelt, aki itt van már az elmaradhatatlan kutyusával együtt. Hol van az a kutya? Már tök itthon van, tehát gyere, hát te itt vagy, te is, gyere, van. Gyere szépen be ide. A... van külön takarónk már, kérlek szépen. Jó van, hát szerbusz. Most nem tudom, most egyenlőre megitta a poharamból a vizet. Pedig ott a kis tálja, de nem, neki az én vizem kell. Most sokkal aktívabb, múltkor olyan kis elgyötört volt. Úgy látszik rá a tavasz az úgy, hogy aktívvá válik. Hallottad, miket mondtunk rólad? Felvezetünk esetleg bankóval állsz majd szín. Hadra, hát mesélj erről, hogy mi ez? Az a borzalmas, hogy nem fordulhat elő, hogy nincs a koncert, nem fordulhat elő, hogy nem fogok ott állni és 20 dalt végignyomni minimum. Tehát ha gipszágyba visznek be, akkor gipszágyba. Nem a hangom legyen, akkor a többi az nem zavar igazából. Nem, az a probléma, hogy ugye volt nekem egy balesetem egy évvel ezelőtt, 6 bordám eltört, és több helyen megzúzódott mindenféle, na, de amikor egy ilyen bordatörésed van, akkor nem tudsz a többire figyelni, ha bármit fáj, ugye? Hát persze. És nekem van egy csodálatos dokim, a Béres Doki, aki az Alexandrának az apukája, és csak hozzájárok bármi problémámmal, mert már volt síbalesetem, akkor a jobb térdemet kellett megműtögetni. Na most ő mondta, hogy hát ahogy ismer engem, én még ha meg kéne műteni, akkor is odaállnék. Gipszel is odáll, mondtam, hogy igen, de hát azért ezt megpróbáljuk azért kivédeni, ha egy mód van rá. Csak hát utána is vannak koncertek, tehát nem csak ez a, mondhatom, hogy február 5-én este az Erkel Színházban, hanem, és fáj, tehát egyszerűen bizonyos mozdulatukra fáj, és azt akarjuk megnézni, nem lehet-e, hogy ott elszabadult egy kis csont vagy valami, ami ott volt, akkor kicsit fájt, elmúlt, és most marha sokszor van az, hogy éjszaka arra ébredek, hogy így pulzál az egész. És hát ez most a legrosszabbkor jönne, de olyan nem létezik, hogy nem lesz buli. De amúgy azt érzem rajtad, hogy te nem csinálnál ezekből nagy ügyet, tehát hogy mivel mondtad, hogy volt már egy pár sérülés, ne, baleset, csak most a koncert miatt, ez nem most egy kicsit zavar. Csak egy baj van, tudod, hogy mindig nézlek benneteket a csajokba is, hogy ültök, és tudod, ezekben az ekkora magas sarkokba, de olyan szép a láb benne, és engem a fene esz meg, mert imádom, de ja, és ezt nem tudod fölvenni. Nem igazán, hát, mert ez nem az, hogy ülök, igen. És akkor szép a lábom, vagy mint egy manöken, hogy végig sétálok, hanem 2 órán keresztül abba ugrálni, az egy durva. Hát de még ha csak állni is, hát az is durva, hát akkor igen. A térdeid mekkora terhelésnek vannak itt, ott jössz, mész, tehát hogy föl le ott a lépcsőkön. Meg tudod most már azért a technika, tehát van olyan, hogy így fölemelik az embert a színpadra, meg mit tudom én, egy ilyen lógó, hintám, vagy akármi, hát még azt jelzik, hogy még jobban összetörjem magamat. Tehát. Hogyha nem egy ilyen, az ember nem egy ilyen, mindig nézem a, most mit tudom én, Rossz Stuartot például, vagy a Kissnek a már nem 20 éves, de még mindig ugyanúgy pörgő tagjait, hogy akkor, ha világkörüli turnén van, akkor azt gondolom, hogy edzésben van, de hogyha az ember azt mondja, most lesz egy nagy koncertem, akkor arra azért valahogy csak föl kell készülni, tehát azért összeesnék 10 ugráló perc kötelezéssel. Után. Nem csak az, hát igen. De hogy ilyenkor extrán készülsz rá, vagy te ez amúgy is próbálod így? Amúgy is van, tehát én amúgy is általában a zenekaros koncertek is, hála Istennek egyre több van belőle, és ugye én imádok élőben énekelni, sőt, én gyűlölöm a playbacket. És bármilyen fura, a playback az sokkal nehezebb nekem, mint mikor az élő hang, követni a saját hangomat, és tátogni rá az életveszély. Nem, de tényleg, mert van olyan, veszélyesebb, mint elénekelni. Hirtelen nem jut eszedbe. Volt olyanom, azt képzeld el, csak mázli volt, hogy élőbe kellett énekelni. Nem vagyok én apáca, hát hány száz éve énekelem, ugyebár. És álltam a színpadon, és egy új fényt kaptam, ami megzavart feltehetőleg. És indul a zenéje, ta-da-da-da-da-da-da, első mondat nem. Kész. Mondom az zongoristának, mi az első mondat? Ne hülyéskedj, nem tudok beszállni, de ne bolondozz, és ez így ment, érted? És akkor egyszer csak rájött, hogy tényleg valószínű, hogy ez van, és hogyha én a körúton így beestem vele. Tehát ilyen előfordulhat, mert minden ilyen dolog zavaró lehet, akárhány bulit csináltál, de nem, szóval azért én edzésben vagyok állandóan. Ez kell. Kell is, meg azért énekórára is járok alkalmasint, meg szobabringázok, meg tornázok, meg ilyesmi, szóval azért mindent kell. Azért, hogy azt mondják, hogy oké, nagyon jó a plakátod, mi az a 70 ott? Mondom, mi van? Elírták. Ja. Félrenyomták. Nem, én büszke vagyok rá, az anyukám is nagyon jó állapotban volt mindig, és mondtam, hogy lehet nagyítozni, mert nincs megműtve, hanem ami kiskoromban hátrány volt, hogy nagyon-nagyon zsíros volt a bőröm,
sok pattanással, meg mindennel, annak most úgy látszik, most hasznát veszem, hogy nem ráncosodik annyira az ember. Cini, hogy vagy az, amit kitölti az életed, nyilván a koncertre készülés, a fellépések, de mi a helyzet most a társal, mennyire kellene ebbe az egész, hogy legyen melletted valaki? Jó lenne. Jó lenne? Jó lenne, csak tudod, azon röhögünk mindig, hogy én nem igazán hiszek a jóslatokba, mert az befolyásol utána, tehát ha mondanak az neked biztos valamit, akkor utána elkezdesz arra koncentrálni vagy figyelni, hogy igen, a fehér lovon a herceg 70 éves koromba fog jönni, és Na most erről csak annyit, hogy 10 éve egy gyönyörű lipicai törökbe fogadtam, aki majdnem fehér, de azóta sincs rajta herceg. De te egy ismert ember vagy. Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy téged könnyű megtalálni, benne vagy az emberek tudatában, hogy akkor csak kapsz azért udvarlásokat, nem? Tehát, hogy... Persze, hát udvarolni udvarolnak. Tudod, ez de hát, hogy abból válogatni. De hogy abból nem lehet válogatni? Nem igazán, hát szerintem az ismert nőktől félnek, vagy legalábbis a meghódítás kicsit igen, de aztán biztos utána az, hogy stabilba együtt lenni, aha, együtt élni. Szóval sokkal több mindennek van kitéve egy olyan ember, aki mondjuk ezt nem akarja. Vagy legalábbis olyan dolgokhoz, ami újszerű igen, valakinek, igen, aki ezt de korábban nem te is jól tudod, meg hogy polgáremberrel összejönni, vagy házasodni, vagy kapcsolatba élni, az még nehezebb. Az nagyon necces. Mert neki nehéz megszokni engem, nekem nehéz főleg, az, hogy mit főleg, tudom, fogorvos. Főleg, hogy a nő az ismert, mert a férfiak igen, ezt nem tehát, igen, és a férfiak ezt nem igazán szeretik, de mindegy, szóval jó lenne, de nagy koncertre hazajön a lányom is Londonból, tehát az azért nagyon-nagyon sok segítség, és mikor mondják, hogy hát de nem vagy magányos, és hogy miért ment el a lányod, én amikor elmentem Angliába, a fesztivál után ugye 2 év szerződéssel, hát akkor még ilyen nem volt, hogy mobiltelefon, anyám még 16 évet vártak a sima telefonra. Persze, hát most meg... És most meg naponta 2-3-szor beszélek a gyerekkel, hogy és akkor mi van és hogy van. És, tehát pont most, annyit, mint ha a szomszéd utcában igen, lakna. Pontosan, tehát izgulok, az Erkel Színház az gyakorlatilag a vissza a gyökerekhez, mert ugye az első fesztivál, minden fesztivált ott nyertem. Ez ugye, ez egy jó jel. Ott álltam a minibe, amikor mindenki nem arra figyelt, hogy az izgalomtól megcsuklik a hangom, hanem arra, hogy mennyire rövid a szoknya. Szóval teljesen más. De hát azért ugye már az Omegával nem várok holnapig, azért az már egy korszak volt. Persze. És aztán a fák virágok az meg pláne. Ez így kell, ez így szép és szóval én úgy gondolom, hogy a Tánza fesztiválos korszak, amire nagyon jó az, hogy egy héttel ezelőtt ugye volt az aréna, 11 ezer ember volt. Hát azért a fesztivál az él, vagy ezek a dalok élnek, és remélem, hogy velem együtt fognak még egy darabig. Te meg jobbulást, így van, igen. Köszönöm. Erőt hozzá, kitartást. Semmi baj nem lesz. Köszönjük szépen, hogy sziasztok, jó reggelt, köszönöm szépen.